Az első meccsen aratott 9 pontú győzelmét követően Fazekas Csaba és Olá Zoltán nélkül utazott el Győrbe a nyíregyházi együttes. Az első negyedet 6 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc pedig 2 ponttal lett a kékcápáké. A harmadik negyed döntetlennel zárult, az utolsó játékrész pedig ismét a nyíregyháziaké volt. Siska János együttese végigvezetve úgy nyert 14 ponttal, hogy a kezdőötös minden tagja 2 számjegyű pontot dobott. Én úgy gondolom, hogy mind a két meccs kellően nehéz volt ez az utolsó helyosztóhoz képest, de kellően motiváltan érkeztünk Győrbe. Úgy gondolom, hogy egy picivel jobban akartuk mi ezt az ötödik helyet, mint a Győr, de az is szerepet játszott, hogy a fiatalok több szerephez jutottak, és ők is kellően motiváltak voltak, illetve meg akarták mutatni a tudásukat. Örülök neki, hogy mi szereztük meg az ötödik helyet, hiszen ezután a szezon után úgy érzem, hogy megérdemelte a csapat. Mindenki kellő komolysággal vette a mérkőzést, és úgy állt hozzá, hogy számunkra csak a győzelem lehet a cél. Illetve az úgymond szerencsénkre vált, hogy mindenkinek jó napja volt, és hozzá tudta tenni a sajátját. A csapat irányítója, Bús Iván elmondta, hogy a gyengébb őszi és a jó tavaszi szereplés után örülnek az ötödik helyezésnek. Abszolút elégedett vagyok, pláne amennyire úgymond döcögősen indult az eleje. Volt egy-két nem várt és elég csúnya vereségünk a szezon első felébe, aztán a szezon második felébe, ha jól emlékszem, 10 győzelmi szériát is produkáltunk. A HEP kupában a harmadik helyezést értük el. Nagyon összeállt a brigád mind a pályán kívül és belül. És úgy érzem, ezt mondtam, beszéltük a többiekkel, hogy az ötödik hely talán reális idén. Én azt mondanám, hogy szerintem a negyedik legerősebb csapat voltunk, mert a Miskolcot nem helyezném magunk elé, de nekik többször volt idén szerencséjük. És úgy gondolom, hogy a Veszprém, az Oroszlán és a Debrecen idén nagyobb játékerőt, illetve rutin képviselt nálunk. De jövőre reméljük ez máshogy lesz majd. Az NB1B bajnoki döntőjében a Debrecen 2 győzelemmel múlta felül a Veszprémet, és jutott fel az NB1-be. A harmadik helyet az Oroszlány, a negyediket pedig a Miskolc szerezte meg.